Már 300 településen nyújtunk kikapcsolódást családoknak és üzleti partnereknek egyaránt. Jelen vagyunk otthonában, és már otthonán kívül is. A 100%-ban magyar családi vállalkozásunk több mint negyed évszázada ügyfeleink bizalmából építkezik, hazai értékek mentén. Televízió, internet, telefon. Egyedi távközlési megoldások. TAR. Előjáróban nagy tisztelettel köszöntöm a ideérkezett vendéglős hazai szurkolókat, vezetőket, játékosokat. A mérkőzés játékvezetője Van Zoltán, segítői Vajos Dániel és Rózsás Vita a vendégegyüttes összeállítása. A kapuba 22-essel Biztos Krisztián, 2-essel Kodony Norbert, 3-assal Kamaszkó Ádám, 6-assal Mászik Milán, 8-assal Póló Dunán, 9-essel a csapatkapitán Babolek Zoltán, 10-essel Holmár János, 11-essel Helge Ihán, 12-essel Zolda Sákos, 16-essel Gémes Bence, 17-essel Szabó Attila. Cserejátékosok. 1-essel Karangyolgyi Csaba Ára, 4-essel Mihály Jónás, 5-essel Rakszolgatok Igor, 7-essel Szép Iskolt Jóta, 13-essel Magyar Gó, 14-essel Mikkás Ákos. A vendégezőtől szállatérzője Kolozár János, asszisztensedzője Váni Tamás. A legnagyobbítás összeállítása a következő. 89-essel a kapuban Szűk Krisztián, 3-assel Károly Viktor, 6-assel Orosz Tamás, 8-assel Kiri Tamás, 14-essel Jókó Rolam, 18-essel Márton Erik, 20-essel csapatkapitán Alea Árnyi, 45-essel Rambo József, 68-essel Rász Ferdinánd, 92-essel Bidon Bálint, 98-essel Heved Ismár. Cserejátékosok. 7-essel a Katus Lékai Csaba, 9-essel Teres Péter, 23-essel Dobri Gergő, 77-essel Tóth Dávid, 99-essel Bajor Péter. Az együttes vezetőedzője Vandik János, asszisztensedző. Thank you.
Erre a mérkőzésre vártunk már a rajt óta, megmondom őszintén, mert eddig is voltak jobb mérkőzéseink, mint a mai, de a szerencse nem állt mellénk, mert kétszer is úgy veszítettünk pontot, illetve pontokat, hogy a hosszabbításba maradtunk alul, vagy vittek el tőlünk 2 pontot, illetve 1 pontot, veszítettünk 2-t. Ezt a mai mérkőzésen az volt a legnagyobb élmény, hogy végül is a csapat önmagát tudta felülmúlni abban, hogy akarásban jobbak voltunk úgy vézzel, mint az ellenfél. Meg önmagukat is egy kicsit le kellett győzni, mert a sok sikertelenség az megviseli az emberek lelki világát, az edzőit is, meg a játékosét is. És ez azért volt nagyon fontos győzelem számunkra, hogy egy kis önbizalmat szerezzünk az elkövetkezendő mérkőzésekre. Jelen esetben a jövő heti budapesti csapatunk a KSK ellen fogunk játszani, és reméljük, hogy elindulunk végre fölfelé, és nem a pont nélküli mérkőzések száma gyarapszik. Olyan mérkőzés volt, amire számítottunk, nagyon jól és masszívan védekező ellenfélre számítottunk, arra, hogy jó kontrákat fog vezetni. Azt gondolom, ezt azért elég jól megakadályoztuk, hogy gyorsan átfussanak rajtunk. Isten igazából a csapatomtól se vártam sokkal többet. Én azt gondolom, hogy fegyelmezettek, meg szívvel játszanak, de hiányzik az a képesség, amivel mérkőzést lehet nyerni. Nagyon gyengék vagyunk a támadó harmadban. Ott egyszerűen képességek hiányoznak abba, hogy úgy érkezzünk a kapu elé, ahogy az egy támadónak kell. Nem lehet ezt a labdarúgást ezt csatárok nélkül játszani. Nem tudok haragudni a kialakult helyzetben, mert tulajdonképpen mindent megcsináltunk. Minőségi labdák voltak az ellenfél védelmi vonala mögött, jól mentünk be a széleken, elég jól egy az egyeztek a szélső támadóink, voltak ígéretes beadásaink, de egyszerűen képtelenek vagyunk normálisan érkezni a kapu elé. Nem gondolom, hogy feltétlenül az lenne a feladatom, hogy focizni tanítsam a felnőtt játékosokat, de úgy néz ki, hogy leginkább ezzel kell foglalkoznom. Jövő héten Pécsen játszunk. Biztos vagyok benne, hogy a játékosaink fogják hozni ezt a stabil védekező szervezett játékukat, fegyelmezettek lesznek. Aztán, hogy elől mit fogunk csinálni, azt nem tudom még, meg azt sem, hogy kik. Keressük azokat az embereket, akik képesek az ellenfél kapuja előtt értelmes megoldásokat kitalálni.